Sziasztok! Ez egy amsterdami vlog, ugyanis a The Next Step Conference-re jövök ki már elég sokat gyára igazából. Nem is tudom, hogy hanyat gyártál, negyedszerre vagy ötödszérre, de ötödszérre? Húha! Ötödszörre vagyok itt, és ez azért egy különleges alkalom, mert idén beválogattak minket a Tech 5 kezdeményezésébe, ami nagyjából annyit jelent, hogy Európa minden országát, vagy nagyon sok országából megnézik, hogy mik azok a feltörekvő innovatív vállalatok, amik ígéretesek, és egy külön napra, a Founders Day-re meghívják őket. Ez lesz holnap, egy nappal előbb jöttünk, hogy egy kis városnézésünk is legyen, és nagyon jó, hogy ismerős baráti cégek is vannak itt, például a Webshipi, Perényi Andrés, Trezori, Szilágyi Gyuri lesz itt, ővel szerintem csak holnap találkozunk, és egy nagyon jó szállóba tudok megszállni, és valami jó fejek, mert upgrade-eltek, úgyhogy kezdjük egy room tour-ra. Hello. Hello. Hi. My name is Peter Santon, I have a reservation. Checking in? Yes, sure. Yes. Nem tudom, hogy mennyire látszott, de így be van zárva itt a mögöttem. Nem tudok kimenni, pedig egy nagyon szép sarokpanoráma van a kis teraszomra. Most menjünk el város nézni, és meg is érkeztünk. Itt vagyunk egy kastélyban, Amsterdam mellett nagyjából egy olyan fél órát, 3-4 órát kellett jönnünk. És hát még nem pontosan tudjuk, hogy mi lesz ez az egész event, amúgy Founders Day-nek nevezik. Jó előadásokat is fogunk kapni, most ilyen networking rész van, mindjárt bemegyünk és megmutatom nektek. A lokáció gyönyörű és tök apróság, de amikor azt mondtad, hogy kilépsz Magyarországról, és minthogyha fűzöldebb lenne, és semmilyen holland utalás nem gondolok most így a fűvel, de hogy tényleg minden olyan gyönyörű színű, meg kellemes az egész event. És egy másik, amit megjegyeznek, azt miért elmondom benne, de előbb nézzünk körül. Nézzétek meg, ez csak egy része így a kertnek, és mennyire szép. Hi. Na itt már nagyon zajlik a networking, ahogy látjátok. Ugye ez egy kastély, nézzétek meg, hogy mondjuk mögöttem itt látható egy tök jó kis kandalló. Igen, a kandalló, ami nem jutott eszembe, és azt kell tudnotok, hogy itt az emberek Európa különböző országából jönnek, és az volt, hogy upcoming startups off, és valamelyik ország, tehát hogy a legfeltörekvőbb startupok, Európa minden részéből, és mi Magyarországról lettünk kiválasztva. Még megmutatom, mert van egy nagyon jó külső kerti rész is. És ez itt a külső kert. Remélem itt is lesz olyan fogadás, csak hát az a nehéz az egészben, hogy nem tudom, mennyire látszik így a kamerán keresztül, de hogy esik az eső, vagy legalábbis csefereg, hogy akármennyire szeretnénk élvezni ugye a kinti részt. Kérdéses, hogy van. Amúgy nagyon jól nevezték el az egyes szobákat, ahol még nem tudjuk, hogy mi lesz, de például Tesla, Marconi, és hogyha egybe bemegyünk, ki tudja, hogy itt mi vár ránk. Nem tudom, hogy honnan fogok legközelebb bejelentkezni, de szerintem egy ilyen kezdésnek nem is volt rossz.
És most el is telt a nap, igazából nagyon érdekes előadások voltak, vagy hát néhány érdekesebb, néhány kevésbé. A storytellingről volt szó, vagy például exitekről, hogy milyen különböző megoldások vannak. Utána pedig összemixeltek minket, ilyet még sose tapasztaltam. Ugye itt mind startupos vezetők, vagy alapítók vannak, és összemixeltek minket, és ki kellett találnunk különböző témákban ötleteket, amit az itt lévő befektetőknek pitcheltünk, nyilván csak játékból, de ez alapján kaptunk pénzt, és volt egy verseny, igazából ennek az volt a lényege, hogy minél több emberrel játékos módon ismerkedjünk meg, ami tök jó volt. Most lesz a gála vacsora, azt láthatjátok itt a képeken, és a gála vacsora után megyünk el egy foci meccset nézni, ugyanis negyed döntő van, vagy elődöntő, nem is van pontosan, de az Ajax játszik, ugye az egy holland csapat, Amsterdamból, úgyhogy az biztosan nagyon érdekes lesz, és szerintem alig voltam éles, ha ez így van, akkor sorry, és olyan pár vágóképek, megyünk tovább. A vágóképekkel láthattátok, hogy egy rooftop bárba jöttünk el. Ennek a bárnak csak annyi a furcsasága, hogy így nagyon kint van a városból. Azon poénkodtunk, hogyha Budapesthez hasonlítanánk, olyan, mint hogyha Kőbánya kis Pesten lennék, de egy nagyon exkluzív, hangulatos dolog. Hendrix Gin Tonic van, megy az Ajax meccs, itt most networkölünk egyet. Arról szól az egész, hogy egy elég szelektált társaságban is nagyon nagy dolog, hogy az országonkénti top 5-ben benne lehetünk. Amúgy Magyarországról a Bitrise nyert, innen is gratulálok nekik. Valami történt, megnézem, és a konferenciáról holnap majd találkozunk. Itt vagyunk a konferenciának a napján, és most fogok körbenézni, vannak jó workshopok. Mindig Amsterdamban a The Next Web konferencia, ez inkább ugye nem a core business, hanem ilyen tudattágító, kapcsolatépítős események, és annyira jó helyszínen van az egész, hogy lehet, hogy magánk az Amsterdam vibe-nak az ideültetése megy könnyen. Mindenesetre sokkal lazábbnak érzem azt, mondjuk, hogy az emberekkel beszélgetünk, és ugye ez networkingben nagyon fontos, hogy itt vannak, bárkihez oda lehet menni, lehet beszélgetni, és ki tudja, hogy mi jön ki belőle. Egy másik konferencia, ahol ezt tapasztaltam, arról még nem vlogoltam, az a South by Southwest Austinba, és talán pont ez a fontos, hogy amikor a szervezők gondolkoznak, akkor olyan vibe-ot építsenek ki, amiben az emberek befogadóbbak, oldottabbak, könnyebben tudnak kapcsolatot is létesíteni. Most meg megyek a workshopokra. Éppen egy hajótúrán végzünk, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lesz arra, hogy elköszönjek tőletek, hogyha ideig megnéztétek, köszönöm szépen. Ha most találkoztunk először, nyomjatok a feliratkozás gombra a csengőre is, és menjetek át Instagramra is, ott is ők mindig újabb és újabb tartalmakkal. Következőben találkozunk. Sziasztok! Okay, this is called alternate ending. Köszi srácok, hogy megnéztetek a filmet. Ha idáig kibírtátok, akkor csodálkozom, de nagyon jó, örülök neki. A jó túránk végével végzünk Amsterdam túrájával. Örülök, hogy velünk voltatok. Sziasztok!